Sziasztok! Ma folytatom a Stainless Steel 6.4-es magyar hadjáratomat, és itt maradt abban, ugyebár, hogy az előző részben elértünk egy új korszakot, újabb páncélzatokat tudunk fejleszteni, és ha minden igaz, kapunk majd újabb katonákat, de ahhoz még fejleszteni kéne a várakat és a városokat, és hogy elnézem, nem tudunk ágyút önteni, ami érdekes. Na mindegy. Jó. Megtámadjuk ezt a várost, utána a várat. Már megint kiközösítettek, az előző részben azt hiszem vissza fogadott a pápa. De ugye már megtámadtam a norvégokat és ki is közösített. Na mindegy. Ja. Akkor azt hiszem körváltás. Hello! Lesz egy kis harc. Ja, egy csomó milicista ellen. Szegény milicisták. Na ja, van egy csomó katapult, meg onager. Katapult, meg onager, trebusé és balliszta. Szóval katapult, trebusé és ballisztájuk van. Hát, az nem jó. Egy, kettő, ó, mindössze csak egy létre és egy ostromtoronya, ha vágom. Az jó. Az nagyon jó. Akkor a muszlimi, azt a muszlimi jászegységet is ide tesszük. Oké. Támadjunk a ballisztásokra először. Nyírjuk ki a trebusékat, meg a ballisztákat, stb. A muszlim íjászok ellőnek egész ide, az szép. Az már valami. Ja, csúnyán felkoncoljuk ezeket. Ballisztások a vizék ellen, feudális lovagok ellen. Durva. Na, nem lőnének az íjászok. Lelövik a sajátjaimat.
Na most mi lesz? Megindultok vagy nem? Hülye egyiptomiak. Ez a csávó csak itt sétál. Köcsög. Our enemy's ladders have reached our walls. It is time for butcher's work. Hát nem sok esélyük van. Ja, már futnak is. Ilyenek ezek a milicisták oda mennek, és el is futnak. The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Jönnek vissza. Ezek a szaracénok még érnek valamit védekezéskor. Mivel a játékban a milicistákat egy kicsit legyengítették a készítők, szóval mindössze két támadó ereje van egy milicistának és kettes rohamozása, vagyis a szaracénnak. A sima médiából kettőben van sokkal több. Ha jól tudom, van vagy 5-6 támadó ereje egy szaracén milicistának, ami elég erősé teszi őket. De a módban mindössze 2. Így minimum 2 támadó erős. Ha szintet lép, akkor lesz 3 neki. De az se valami sok. Na gyerünk, manatarmok! Simán lenyomjátok ezeket a szaracén kutyákat. Éj, ne küzdjetek a lándzsásokkal. Hát, majd látom, elfut az ellenség. Nem, megeszik a feudális gyalogos lovagjaim a milicistáikat. Ó, amúgy rengetegen akarnak itt följönni. Van mit gyilkolásszanak.
kicsit közelebb hozom a számszeriászokat, most hátba lövöm őket, az vége, fel is fogják adni. Azaz. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. The enemy general is no true man. He flees. The enemy ennyi. All civilized people. Na, bár még folytathattam volna és lenyilazzunk párat, de mindegy. Így is úgy is meghalnak. Most vagy később, tök mindegy. Jaj, ne már. Mi esélye van egy szaracinnak egy európai ellen? Abszolút semmi. We must fight or forfeit. The enemy has laid siege. Na jó, egy kevés. Törökök jól legyengítették a bizáncokat. Megint pápa választás. Megint visszafogadtak. Lol. Surrounding and besieging the settlement. The siege is ongoing, my lord. An honor to serve, my lord. An honor to serve, my lord. The truth. My lord. Yes. My lord. Okay. Pamplona a 4 körig bírja, Zaragoza 1 körig bírja. Yes. Az jó. Milicisták, szinte gondoltam. Where to? Set sail. The wind has failed us, Captain. We sail tomorrow. Ezek mik? Al-Haka Infantry. Na nem már. Al-Haka Maka. Jaj, ne! Meghalt? Ah, ne! Ne. Ha, francba! Meghalt! Pedig az altvezér el kellett volna jöjjön Várathoz. Honnan a rákból szerzek egy hadvezért, amelyik több mint... 1%-kal növeli a lakosság növekedést. Ez is 51 éves, ez mennyit biztosít itt? Wow, rengeteget. Te? 2%. 3%-ot ő is, de az 68 éves basszus. An honor to serve, my lord. An honor...
51. Yes. With on that. An honor to serve, my lord. Moving the men ashore, my lord. An honor. Nincs annyira messze várad. Yes. Yes, lord. Na végre elkészült a sereg. Yes. Yes. Yes, my lord. Anchors away. We continue tomorrow. A váradot nagyon át akarom fejleszteni. Nagyon át szeretném. Away with you, infidel! Havava infidel. You will leave me alone. Képzek papokat. Mindig milyen legyen a többség. An honor to serve. Oké, körváltás. Ja, ugyan már. Na várjunk, ki adottál téged? Kartal, ha nem tudom milyen nemből. Hetény vagy, akkor mindegy. Oké, egy körig bírja még ez az erőd, nagyon helyes. My lord. Men, march! If there was a path here, it is gone, lord. Zaragoza miénk. An honor to serve, my lord. Irány a Valencia ellen. Of course, orders, my king. An honor to serve, my lord. Confronting the enemy honorably, my lord. Érdekes. We shall not abandon the cause. Regroup. Mindegy.
God, how may I say? Reaching until morning. God serve. Papokat küldök mindenhova. God serve. How may I say? God serve. How may I say? God serve. Oké, nézzük meg, mi van erre. Tudnak az egyiptomiak? Wow. És itt vannak még a kvarezmiánok is. Jaj, az egyiptomiak, ahogy látom, lenyomják a kvarezmiánokat. Annyi baj legyen. Á, itt van Tripol. El kell vegyük Tripolt is. 5 körig bírja még Algéria. Name the field of battle. We will meet you there. Talk is cheap. Yes. Orders, my lord. Orders, my king. Forward. Oké, szóval... igen, nekem ezt kéne a francba. An honor to serve. Honor and courage, soldier. Marching to battle. The enemy lies deep. Ja, csak győztünk. Jó sok katonát vesztettem. Most el kell vegyük az utolsó várat, ha minden igaz. Ami ez. Bergen. God has delivered us unto victory. God be with us, men. We march. Azaz. Mennyi az annyi? Hát vannak Bergenben elegen. De én meg is ostromlom. Na várjunk. 39 éves. Mennyi ízét ad? Lakosság növekedést? 4%-ot biztosít ez a csávó. Wow, barátom. Te írtó gyorsan hajóra, és irány erre. Ez meg semmit. Honor to serve, my lord. With honor. Be ready to move in the morning, man. Kell egy hadvezér. Remek. Small, és nem Smolensk, Briansk 6 körig bírja. Vilnius 2. Hát az se sok. Riga 5 kör. Hát ja, kiéheztetjük őket. Oké. Zaragozánál vesztettünk, hát persze. Yes, my lord. An honor to serve, my lord. Yes. 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 Move on. Be ready to move in the morning, man. Azért durva, hogy a fejlesztett tábornoki testőrségnek 7 kör a leképzése, basszus. A normál tábornoki testőrség pedig csak 1 körös. Lássuk, mi a különbség a kettő között akkor. Ja, hát a nagy páncélzat. Páncélzat 8, védekezés 9, pajzs 3. Fejlesztettnek 21-es páncélzat, védekező képesség 9, pajzs csak 2. Ha, érdekes. Támadása 6-os, rohamozása 15-ös. Támadása 6-os, rohamozása 14-es. Nem nagy különbség van, de azért a páncélzat az
az brutális. Szóval ezeket a fejlesztett páncélozott tábornoki testőröket nagyon nehezen tudnák lenyilazni. Ja. Igen, a Rodoson képződik a sereg. Na de azt hiszem körváltás. Ö, mégse. Nem. Ő kicsit belaggolt. Ja, hogy ti harcolni akartok. Aj, milicisták. Jóha, kicsit belaggolt a játék. Szóval van trebusé, mangonel és katapult. Jó, megint kiküldöm a izéket. A feudális lovagokat is adunk nekik. Ja, ki a lovagokkal. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ugyebár nyitva maradt a kapu, és így egyből betámadnak. Amivel nekem nem igazán van bajom. Á, simán visszanyomjuk ezeket a szaracénokat. Még ezek a szaraci milicisták még elég okésak harcban. God save us! The enemy have the walls! Look to our defense or all will be lost! Ja, ezek feladták. Enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Szegény szaracénok, basszus. Már megint mészároljuk őket. De nem értik meg, hogy nem vehetik vissza a várost. No true man. He flees the field of battle and abandons his men. Nem akarják felfogni.
Ja, ennyi volt. Hát már megint lemészároltuk őket. De mi kegyesek vagyunk, és elengedjük őket, hadd menjenek. Ha minden igaz, a kör végén lesz több mint 1 millió dénárom. És a térkép felét hódítottam még meg, csak mire meghódítok, mindent lesz vagy 10, ha nem több. Több mint 10 millió dénár, basszus. Remélem annyit összeszedek. Ja, több mint 1 millió. Oh. Oké. Érdekes, hogy ide jöttek az izék. Ha... Teutonok. Már megint itt van egy kisebb csapat. Dán Visbynél. Nem látom, boss. A hülye vihartól nem láttam. Hogy és nehezem. Kell 3 egység. Jó. Még 3 kör és oda is érünk, de van itt még egy jó hadvezér, aki fiatal. És 40 éves. És nagyon jól, nagyon jó képessége van arra, hogy a lakosságot növelje. Ami ritka adottság. De nagyon kell. Mekkora itt a katolikusság? 19%? Nem sok. Még 6 kör. Tudjak egy hadvezért. Vilnius egy körig bírja. Az jó. Szépen lassan, de lenyomjuk a ezeket. Litvánokat. Ostrom Valenciát. Pamplona 2 körig bírja. Toulouse-ból megyek Pamplona felé, és ugyebár a spanyolokkal hadban állok, szóval majd velük harcolunk. Seville a portugáloké.
honor to serve, my lord. Yes. An honor to serve, my lord. Szép. Szép, szép, szép. Strength and honor. An honor to serve, my lord. My lord. An honor to serve, my lord. Yes. An honor to serve, my lord. Ez a csávó hány százalékot biztosít a lakosság növekedéshez? 2,5-öt. Az szép. Az nagyon szép. Ez a csávó. E0,5. Akkor át oda. Moving the men ashore, my lord. An honor to serve, my lord. God be with us, men. We march to battle. Yes, my king. Laying siege, my lord. Király. Yala, my sultan wishes you dead. Bariban elkészült a sereg, ugye? Where to? An honor to serve. Irány erre pont. Két kör és odaérünk. Combining fleets, my lord. We can sail no further today. Yes, your majesty. Nápolynak se sok kell, és tovább fejlődik. Ó, váradon vannak hadvezérek. An honor to serve, my lord. An honor to serve. Egy százalékkal csökken a lakosság. Te barátom irány Salzburg. Te pedig erre. 7 százalékkal nő a lakosság. 4. Á, francba! Itt egy jó hadvezér. Te pedig oda. Ezt a csávót át... Már rég átküldhettem volna Váradba. És akkor már nagy valószínűséggel Váradot már át is tudtam volna fejleszteni. Erre a köcsök dánok megostromolták Visbyt. Na bár képeztem pár csapatot, szóval szerintem meg tudom védeni. Az egyiptomiak elég erősek. A korezmiánok szerintem egyre gyengébbek és gyengébbek, mivel... A mongolok egyfolytában veszik a területeiket el, nagy valószínűséggel. Azt hiszem le kell támadjuk Ivánékat. Megint pápa választás. No! What the fuck? Járvány! A rohadt élet! Ez a pöcs fej hozta magával Belgrádból. Fuck! Sose fogom átfejleszteni, komolyan mondom. Áj, Walker, ne már! Sose fog sikerülni, átfejlesztem azt a hülye várat. Váradot. Nagyon nem akar összejönni. Igen, elvettük Vilniuszt. An honor to serve, my lord. Orders, my king.
Yes. Yes, an honor to serve, my lord. Riga bírja 3 körig. Ja. Marching to battle with pride, lord. Besieging settlement. Okay. Assault now, my lord. An honor to serve, my lord. Honor and courage, soldier. We march. Meghalt a norvég király vagy frakcióvezető vagy bánat tudja ki. És a norvégoknak annyi. Ja, ez ennyi volt. Na majd innen Bergenből indítok seregeket a skótok ellen. Vikingek és magyarok együtt a skótok ellen. Ez jó lesz. A fenébe Váradot megfertőztem. Hát az szopacs. My lord. Yes, my lord. Attacking. Disengage. My lord. Yes, lord. Borders, my king. Yes, lord. Remek. Pusztuljanak a lázadók. Nekem ne lázadozzanak. The enemy lies defeated. We are victors. These woods provide a perfect ambush site, lord. An honor to serve, my lord. Yes. Set watches. We rest here. Most Váradon megint lecsökken a lakosság, míg elmúlik a járvány. Mi rengeteg idő. Na mindegy, körváltás. Ezt jól elkúrtam. Pedig ugyebár Belgrádban nem még volt járvány, szóval gondoltam, hogy már a hadvezér is, a hadvezér sem fertőzött. Ugyebár attól, mert elmúlik egy városban a járvány, az nem jelenti azt, hogy a hadvezér még nem fertőzött. Szóval egy ideig még a hadvezér is fertőzött. Szóval a városban vagy várban már rég elmúlt a járvány, de a hadvezér még egy ideig fertőzött. Ami gáz. Hát csak egy baj van, hogy rengeteg a tábornoki testőr. Nem, bár esélyünk az van. Egy kevés. Na hát elnézést, srácok, csak elsőre befagyott a játék. Pont akkor, mikor meghalt a hadvezére. Szóval lőtt a mangó el, eltalálta a hadvezérét, meghalt, és lefagyott a játék. Ja. Van ilyen mázli. Megtörténik. Jaja. Sajnos. Oké, a hadvezéri testőrség marad itt hátul. Számszerű jászokat tesszük ide. Na, szedjük le őket. Pont mikor lőtt a mangonelem, eltalálta a hadvezérét, aki gyalogos. Ja, itt van. És meghalt a hadvezére. És lefagyott a játék. Szopacs, tudom. Az nem robbant el. De nem is találtál senkit. Azaz, süssétek őket.
Az szép rohan volt. Jaj ne, az íjászok. Jó, az íjászoknak annyi. The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in skill. Hát, az íjászok meghaltak. Megjött az erősítés sajnos. Meg kell küzdjünk velük, ami nem jó. De gyorsan feladják. Amúgy jó, mert ha ezt megnyerjük, akkor vége a ezéknek, a dán kutyáknak. The enemy general, guard him well, so he can see us defeat the rest of his army. Look how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Jó, az első sereg megtört. Ezek is pekengeszek. Van egy csomó tábornoki testőrük, ami nem jó, ami nagyon nem jó nekünk. De valahogy le kell nyomjuk őket. És a legjobb az lesz, ha lerásolom a tábornoki testőröket. Jaj! Ne törjetek meg, gyávák! Vágjátok le a dán kutyákat! Ahogy elnézem, így meg tudjuk fogni őket.
merciful. We have lost half of our men. Da, megtörnek a csapataim. De miért? 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 Talán a saját találataink miatt. Hát, van rá esély. Na, ezekkel még a nehéz gyalogosok se bírnak el. Ami sok, az sok. Na, ott egy másik tábornoki testőrség. 51 nehéz gyalogos és megtörik, basszus, és 51-en vannak még. Há, és sokszor, hogy utálom a feudális lovagokat, feudális gyalogos lovagot. Haj, de gyávák sokszor, te jó ég. Ha a hadvezér nincs a seggükben, pff, kurva gyorsan elfutnak, de... Menj, de miért elszólt? Menj onnan! Jó, visszajöttek. Hát, ahogy én ezt elnézem, ez vesztes csata. Ah. Ez a sok tábornoki testőr, ha nem lett volna. Ó, oh, itt még van 17 tábornoki testőr. Hát, menni kéne, haver, azt hiszem. Legalább alvezért mentsem meg. Majd visszajövök egy sokkal... keményebb csapatta. A viking lancmenek fölveszik a harcot a feudális lovagokkal. Ja. Ja. Ez ennyi volt. Ja. Nagyjából ugyanannyit veszítettem, mint ők. Na ja, az a sok tábornoki testőr ne lett volna. Mindenki meghalt. Az egész csapat megsemmisült. Hát azt hiszem, hogy egy sereg nem lesz elég oda. Legalább két sereggel kell menjek, és akkor meg se támadnak szerintem. Pedig jó kis csata volt. De lovasságban nagyon nagy túlerőben voltak. Túl sok volt a lovas katona. Főleg a tábornoki testőrök. Na, bár még szerintem jobb, hogy a tábornoki testőrök voltak, és nem egy csapat, vagy 3-4 csapat feudális lovag. Mert azok ugyebár többen is vannak, és ugyanolyan erősek, mint a tábornoki testőrök, szóval, mivel többen vannak, így veszélyesebbek a feudális lovagok, mint a tábornoki testőrök. Mivel ugyebár a tábornoki testőrségnek is mindössze csak egy életereje van, nem kettő. Így a feudális lovag valójában veszélyesebb, mint a tábornoki testőr. A kumánkán halott. Mennyire haladtak a mongolok? Oh, na Jézusom, már itt vannak? Ó, oh, ne, már mindjárt Bagdadnál vannak. A Lálváradban. Oh. Ne. An honor to serve, my lord. With honor. Be ready to... Yes. Move out.
18. An honor to serve, my lord. Ja, Salzburgot átfejlesztjük majd. Hát akkor Uppsalában újabb sereget kell képezni, és majd visszamegyünk a ezék ellen, a dánok ellen. Ez mi? Ingyen fenntartható egységek száma plusz egy. Az jó. Oh, Basque Archer. Kétkörös leképzés. Hűha. Miért? Miért kell neki két kör? Nem is annyira elit íjászok, szóval. Jaj, nagyható távolság lövedék, bónusz erdőben, harci bónusz erdőben akarom mondani, és képes éles karókat használni. Hát, nem annyira elit. Na mindegy. Ezek még Alforats, vagy mi a bánat. Na mindegy, az is könnyű lovas csak. Hello, hello. Csomó hadvezér, mi a fene? Jó, hello, plusz 1%-ot biztosít, király. Akkor maradsz. Itt van 2,5. 2,5. Jó. An honor to serve, my lord. Order, yes, lord. Yes. Man, yes, lord. Orders, my lord. 74 éves, az szép. An honor to serve, my lord. An honor to serve. Na várjunk, 0,5, 2,5%, nem igaz. 2,5. 2,5% lakosság növekedés biztosít a csávó. Az nagyon jó. Oké, és Adana bírja még két körig, az jó. How may I serve? Of course, God serve. How may I serve? God serve. How may I serve? God serve. How may I serve? God serve. I shall. How may I serve? Hát küldöm a papjaimat Antiochia területére, Aleppo területére. Minél több befolyást szerezzenek. Ami nagyon jól jön majd. Á, Riazán itt van. Ó, elég... elég komoly katonák vannak a kumánoknak. Kagán druzsinások. Azok jók? Oké. Okay. Mindegy. Jó, Vilniusban volt egy kis lázadás. Letámadjuk Ivánékat? Miért ne? Yes, an honor to serve, my lord. I will make them fear you. Orders, my lord. An order. Négy magyar sereget küldök. Szétverjük Ivánékat. Oké. Okay. Pamplonából pedig megyünk tovább. Letámadjuk Burgost. Javelinek, mi? Az most nem kell. Valencia 6 körig bírja, Algéria 2. Hmm.
Váradban nincs lakosság növekedés. Ami egyáltalán nem jó. Oké, szóval Váradban még van, már csak 18.472 lakos. A fenébe, az nem jó. Hadvezérek fertőzöttek, az sem jó. Na de azt hiszem zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!